1944-ben a világháború a dramaturgiai csúcspontjához érkezett. Cirkálók lőttek, repülők támadtak. A szövetségesek felszabadító háborút vívtak a megszállt Európával. A háború során minden fél tanult. Normandia partjaitól. Véres volt a víz, élénk vörös színű. Németország erdejei. Ma is látom a sok fekvő hullát. Mindkét fél egyre fejlettebb és pusztítóbb fegyvereket vetett be. Ez a tank egy szörnyeteg, és az amerikaiakat lépéselőnyhez juttatta. A szövetségesek utolsó hadjáratának története, melyet mindkét oldalról azok mesélnek el, akik ott voltak. Azt teszed, amit kell. Lősz és mozogsz. A testvérem volt. A második világháború. Harc Európáért. 1944. szeptemberében a szövetségesek ádászharcba kezdtek a belga-holland határ mentén, hogy a magukat jól beásó németeket kiűzzék egy stratégiai fontosságú víziút mellől. A németek 4 éve uralták azt a vidéket, ismerték, mint a tenyerüket. És bárki bármit mond, erősek voltak. A Schelde torkolatának birtoklása kulcsfontosságú volt a szövetségesek számára. De a németek ellenőrizték annak mindkét partját, és kihasználták a területi rendtette lehetőségeket. Sokszor felrobbantották a töltést, és elárasztották a földeket. Teleszórták aknákkal. Mindenhol aknamező. A torkolatért vívott egy hónapos verejtékes harc Kanada legnagyobb véráldozattal járó világháborús csatája lett. A Schelde torkolatáért vívott harc története. Harc a Schelde torkolatért. 1944. szeptemberére Németország a vereséggel nézett szembe. Nyáron Sztálin vörös hadserege megroppantotta a német ellenállást a keleti fronton, és egészen Lengyelországig és Romániáig törtek előre. Nyugaton a szövetségesek felszabadították Franciaországot, a Rajnához és a német határhoz közeledtek. Ám az ellátási nehézségeik nyomasztó módon megállt parancsoltak az előrenyomulásnak. A szövetségesek ipara az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában gőzerővel termelt. Tízezrével ontotta magából a tankokat, milliószámra a lőszert és az üzemanyagliterjét. A kihívást az utánpótlás frontra juttatása jelentette. A szövetségesek 5 hadsereggel, 2,5 millió katonával nyomultak előre, széles frontvonalon a Rajna felé. Ám az utánpótlás továbbra is Normandiából, közel 500 kilométerről érkezett. A fronton lévő csapatokat már hátráltatta az üzemanyag és lőszer hiány. A modern hadviselésben létkérdés a benzin. A tankok zabálják az üzemanyagot. Az utánpótlási nehézségek miatt vita alakult ki, hogy hogyan folytatódjon a szövetséges támadás. De szeptember 4-én a brit 11. páncélos hadosztály elfoglalta az antwerpeni kikötőt. A belga ellenállóknak hála, a kikötő sértetlenül került brit kézbe. A németek nem tudták azt felrobbantani. Úgy tűnt, megoldódnak az utánpótlás problémái. Kilométereken át dokkok voltak ott mindenhol. Akkoriban az volt Európa legnagyobb kikötője. Megszerzése a brit erőfeszítések gyümölcse. A miénk lett Antwerpen, és a kikötő épült. A daruk és minden más használható volt. A többi helyen, amit elfoglaltunk, a németek felrobbantották a darukat. Nem lehetett rendesen használni a kikötőt. Azonban akadt egy lényeges probléma. Antwerpent a tengerrel a Schelde folyó 70 km hosszú torkolata köti össze, ami továbbra is tele volt aknákkal, és a németek őrizték a tengeri kijáratot. A szövetségesek nem használhatták a kikötőt, amíg a torkolatot meg nem tisztítsák.
Ha a torkolatvidéket felszabadítják, az antwerpeni kikötő válhat az ellátási útvonal gócpontjává. A Németország lerohanásához szükséges ellátmányt szinte teljes egészében szállíthatták volna oda. Ám ezt a németek is tudták. A németek erős tüzérségi ütegeket telepítettek a Walcheren szigetre, amely a torkolat nyugati felét őrizte, lehetetlenné téve a szövetséges hajók számára Antwerpen elérését. A Scheldementi ágyúk a légitámadásoktól védett vastagfalú betonbunkerekben helyezkedtek el. Csak a szárazföld felől a folyók és mocsarak szabdalta, erős tüzérséggel és páncéltörő ágyúkkal védett területen át, vagy az aláaknázott partszakaszok szöges drót akadályain át lehetett megtámadni. A nagy kihívást jelentő feladatot az első kanadai hadsereg, a két kanadai és egy brit gyalogsági, valamint egy kanadai és egy lengyel páncélos hadosztályból álló nemzetközi alakulat kapta. A hadseregben normandiai veteránok is voltak, de az ő harci tapasztalatokat erősen felhigította a sok újonc, akik az elesettek és sebesültek helyébe érkeztek. Volt, aki fél éve még hadsereget sem látott. A tengeren túlról jöttek, áthozták őket a La Manche-on, teherautókra fel, és hozták őket a frontra, közénk. Próbáltuk kiokítani őket. Azt sem tudták, hogy kell tárat cserélni, hogy biztosítsák ki a gránátot. Nem tudtak semmit abból, amit a gyalogságnál kell. A hadsereget Guy Simons altábornagy vezette. Simons született katona volt, a Kanadai Királyi Katonai Akadémiát kitüntetéssel végezte el. A gépesített hadviselés akkoriban fejlődő ágának szakértője, akinek karrierje üstökösként ívelt felfelé. Szicíliában hadosztályt, Normandiában már hadtestet vezényelt. Amikor felettese, Crerat tábornok lebetegedett, 41 évesen rábízták az első kanadai hadsereget. 7 évvel volt fiatalabb a második legfiatalabb hadsereg parancsnoknál. Igazi brit-kanadai. Nagy-Britanniában született. Az apja a brit hadsereg tisztje volt, a nagyapja pedig a kelet-indiai társaság katonája. Montgomery, Bradley és Eisenhower is sokra tartotta, talán részben az első kanadai hadsereg korábbi parancsnokával, Sir Harry Crerarral szemben is, akivel nehéz volt együttműködni. Más szemszögből nézve azért tartották jó tisztnek, mert hozzájuk hasonlóan gondolkodott. Montgomery szívesebben tárgyal Simonszal, és mások is így voltak ezzel. Simons helyzetét nehezítette, hogy a szövetségesek közt éles nézetkülönbségek támadtak a stratégiát illetően. A főparancsnok Eisenhower tábornok a széles front stratégia híve volt. Ellenben Montgomery tábornagy az ékszerű támadást erőltette a Rajnán át, amellyel szerinte hamarabb elérhető Berlin, és karácsonyra lezárulhatott volna a háború. Utóbbi manőver, amennyiben sikeres, lényegtelenné süllyeszti a scheldementi német védelmet. Ezért szeptemberben Simons küldetését felfüggesztették. Montgomery nagyszabású légideszant hadművelete, a Market Garden pedig zöld utat kapott. De a Market Garden hadművelet kudarcba fulladt. Az ejtőernyősök elfoglalták a hidakat és tartották. A Neiménit az amerikaiaktól vettük át. A következő az Arnhemi lett volna, de azt nem sikerült. Ledobták a mieinket és halomra lőtték őket. Persze ott volt a Market Garden, az ejtőernyősök, a hidak. Ott volt, és nem sikerült. Ezért azt mondták, meg kell nyitnunk Antwerpent. A Market Garden hadművelet kudarca nem csak emberi és tárgyi veszteséggel járt. A Schelde elleni kanadai támadás késleltetése megnehezítette a torkolat megszerzését is. A németek kihasználták a 4 hetes lélegzetvételnyi szünetet, több ezer katonát vezényeltek a folyóhoz.
Amikor a Montgomery elfogadta, hogy a Shell torkolat legyen az új célpont, addigra az ottani német védelem sokkal erősebbé vált. Októberben a szövetségesek az első kanadai hadseregre hagyták a feladat teljesítését. Le kellett számolniuk a német védelemmel a Schelde folyó torkolat vidékén, hogy az utánpótlás minél hamarabb elkezdhessen az antwerpeni kikötőbe érkezni. Eleddig az első kanadai hadsereg teljesítményét elhomályosította a háború többi eseménye. Most azonban rivalda fénybe kerültek. A kanadai haditerv négy szakaszt foglalt magában. Az első szakaszban a második kanadai gyalogsági és a negyedik páncélos hadosztály Antwerpen felül északnak támad. Elfoglalja Wunsdrechtet és Bergen op Zoomot a Dél-Beveland félszigeten. A második szakaszban a harmadik kanadai gyalogsági és az első lengyel páncélos hadosztály felszámolja a Schelde déli partján lévő német erősségeket. A harmadik szakaszban kanadai csapatok nyomulnak be a keskeny Dél-Bevelandra, mielőtt az utolsó szakaszban Simons szárazföldről és vízről megtámadja a Walcheren szigetet. Az egyik legnagyobb kihívást a terepviszonyok jelentették. A nagyrészt nyílt, mocsaras területet töltések és víziutak szabdalták. Az egész terület belvízi ártér volt, amit a tengertől csapoltak le. Töltések futottak rajta, a köztük lévő területet pedig elárasztották a németek. Felöntötte a víz az egészet, és minden, ami menedék lehetett volna, víz alatt volt. Ha pedig felmásztunk a, minek hívjam, töltésre, célponttá váltunk. A töltések magas védőgátok voltak, 4 méter magas földsáncok, ideális védelmet nyújtva a német csapatoknak. A tankok által használható utak hiány, a Scheldért folytatott harc túlnyomó részt a gyalogság harcává vált. Miért nem ment a légierő, hogy kiegyengesse a talajt? Volt mindenféle lőszerük, de ne küldjük a gyalogságot. Jézusom, szörnyű! A kanadai katonák jobban rászorultak az elárasztott mezőkön és meredek gátakon át maguk vonszolt a fegyverekre és felszerelésre, mint korábban valaha. 1944-ben a kanadai hadsereg nagyon hasonlított a britre, ami jelenti a felszerelést, a taktikát és a kiképzést is. Szinte az összes ember Lee Enfield puskát kapott. A rajparancsnokok Sten félautomata fegyvert, de a németekkel ellentétben, akik gyönyörű műszaki remek műveket foghattak kézbe, ezek olcsó darabok voltak. 15 shillingbe került az egész. Mindössze 2 alkatrészét munkálták meg, a závárzatot és a csövet. A többi része összehegesztett acéllap. Nem volt megbízható fegyver. A legfontosabb gyalogsági támogató fegyver a Bren géppuska. Nagyon pontos, szép kialakítású, megbízható. Jó kezekben ugyanazt a pontot el lehet találni vele 2-szer egymás után. Ezek a fegyverek, amelyek Normandia óta egyre tökéletesedtek a katonák kezében, a Schelde torkolatánál semmit sem értek. Az elárasztott földeken nem lehetett manőverezni. Töltéseken, gátakon, vízelvezető árkokon kellett átjutni, nagyon szűk frontvonalon. A túloldalon pedig a németek pontosan tudták, honnan érkezik az ellenség. A németek odaadóan harcoltak a Führerért. Aki új stratégiát talált ki, a festungokat, vagyis erőddé nyilvánított városokat. Hitler egyes térségeket és városokat erőddé nyilvánított, és az azokhoz rendelt védőktől elvárta, hogy az utolsó emberig védjék meg, ne kapituláljanak, és adják drágán a bőrüket, miközben a területet is tegyék használhatatlanná az ellenség számára. Sok kikötőt utolsó töltényig tartandó erőddé nyilvánított, ahogy az Antwerpen előtti töltsértorkolatot is, és a célja a szövetségesek előrenyomulásának lelassítása volt. Azonban azon a nyáron a német hadsereg katasztrofális veszteségeket szenvedett létszámában és felszerelésében is. Franciaországban és a keleti fronton egyaránt. Tinédzserekre
és a második hullámban besorozottakra kellett támaszkodniuk. A Scheldét védő hadosztályok kuszakevertsége pontosan mutatta a Wehrmacht fogyatkozó potenciáját. A folyó déli partját őrző 64. hadosztály volt a legerősebb, 11.000 fővel és jelentős nehéz fegyverzettel. A 67. hadtest 3 hadosztálya, amely az Antwerpentől északra eső területen állomásozott, gyengén képzett katonákból állt. A Walcheren szigetet védő 70. hadosztályban olyanok voltak, akiket nem sokkal korábban még egészségügyileg alkalmatlannak találtak a katonai szolgálatra. A korábbi harcok és veszteségek annyira megviselték a német hadsereget, hogy egyszerűen nem maradt elég emberük. Ezért körbenéztek a kórházakban, hadi kórházakban, és besorozták azokat is, akiket addig nem találtak egészségügyileg alkalmasnak. Őket speciális osztagokba osztották be. Megjelentek a gyomorzászló aljak olyan katonákkal, akik egészségesek voltak, de speciális diétát igényeltek. A fűzászló aljak, ahol hallás problémái voltak az embereknek, és szakorvosra volt szükség, és a lábzászló aljak. Visszarendelték őket a frontra, nem az első sorba, de képesek voltak még harcolni. Október 2-án a 2. kanadai gyalogsági hadosztály megkezdte a csatát Scheldéért. Megtámadták az Antwerpentől északra lévő területet. A cél a Dél-Beveland félsziget bejárata feletti ellenőrzés átvétele volt, hogy elszigeteljék a félsziget német erőit a szárazföldtől. Át kellett jutniuk Hoogerheide és Wunsdrecht falvakon. Kezdetben jól haladt az offenzíva. Elszórt német ellenállással találkoztak csak, és számos kis falut felszabadítottak a belga-holland határ mentén. De a célpont közelébe érve útakadályok, harckocsi árkok és rohamlövegek erős védelmi vonalába ütköztek. A csata során többször hasonló, jól kialakított német védelemmel találkoztak a szövetségesek. A németeknek rengeteg idejük volt felkészülni az érkezésünkre. Emlékszem, hogy a háztetőkön még számok is voltak. 264 és hasonlók. Azért, hogy a gyalogság lássa és tüzérségi támogatást kérjen. Így nagyon gyorsan be tudták azonosítani a helyet. Lőttek minket, és volt elég idejük felkészülni. Október 7-én elkeseredett harc bontakozott ki Hoogerheide és Wunsdrecht körül, mert a németek eltökélten igyekeztek megvédeni a félsziget bejáratát. The town of Hoogerheide. Hoogerheide falva overlooked. Wunsdrecht felett terült el. And nagyon sok nehéz fegyverzettel, mortars, aknavetőkkel, very very short kis helyen. Almost szinte lehetett látni az ellenséges tüzérséget a dombon. A német 15. hadsereg vezetője egyértelmű parancsot adott. A Führer és Németország szeme rajtatok van. A Schelde torkolatát mindenáron meg kell védeni. Ezek voltak Gustav Adolf von Zangen tábornok szavai. Tapasztalt tiszt, hadosztályparancsnok a keleti fronton, aki 6 héttel korábban vette át a német 15. hadsereg irányítását Calais térségében. A kemény szövetséges támadások dacára sikeresen visszavonult Hollandiába, és erős védelmi állásokat épített ki Scheldénél. Eltökélt parancsnok volt, és világossá tette az emberei számára, hogy a Schelde megvédésén múlik a háború és Németország jövője. A hivatalos propaganda által közvetítettekkel szemben 1944 őszére a német tankokból nem állt elég rendelkezésre. Von Zangen kis számú páncélos alakulata is egyszerűbb, de igen hatékony rohamlövegekből állt. A világháború elején a németek kifejlesztették a Sturmgeschützöt, vagyis a rohamlöveget. Az alapgondolat az, hogy a tank alvázára egy mozsárágyút helyeznek, és rá egy felépítményt, amely segíti a gyalogságot a kiépített védelem elleni támadás során.
Oroszország 1941. júniusi megtámadása után Hitler azt javasolta, építsenek a rohamlövegre egy 7,5 cm-es páncéltörő ágyút is. Így kiváló tank elleni fegyvert kaptak. Az egyik nagy előnye, hogy a tankkal ellentétben nincs tornya. Ezért igen hatékony eszköz, amellyel könnyű fedezékbe vonulni, és a kisebb mérete miatt nehezebb eltalálni. A háború előre haladtával a németek szerették volna vastagabbá tenni a páncélját, de sok gyárat elvesztettek időközben. Ha megnézzük ezt a rohamlöveget, az elején az extra páncélzat valójában beton. Csak hogy jobban védje a személyzetet. A hátránya annyi, hogy nem forgatható az ágyúja, mint a harckocsi tornyának. Így védekezésre kiváló, de támadásra kevésbé. A német rohamlövegek, melyek megállították a kanadai támadást Hungerheidénél, egy Kampfgruppéhoz, harccsoporthoz tartoztak. A jóval hatalmasabb német hadsereg majdnem teljes összeomlása nyugaton azt jelentette, hogy sok alakulat súlyos veszteségeket szenvedett, szervezetlenné vált, és elszakadt a hadtestétől. A németek úgy gondolták, a leghatékonyabb, ha informális hadcsoportokat képeznek belőlük, hogy mi hamarabb visszaküldhessék a harctérre őket. Ez a Kampfgruppe tökéletes példa. A Kiel harccsoportot a parancsnoka Kurt Kiel altábornagy után nevezték el. A kanadai hírszerzés leírása alapján nagyon képzett és céltudatos katonai vezető volt. Kialakították három gyalogos hadosztály, különös kép a 85. hadosztály maradékaiból, valamint ejtőernyős alakulatok hozzácsatolásával a nagyjából 3000 embert számláló harccsoportot, akiket a németek csak a Schelde torkolat tűzoltóinak hívtak. A németek egyik legtapasztaltabb és legütőképesebb harci alakulata volt, amikor erős harc bontakozott ki valahol, őket küldték oda. A Kiel-Kampfgruppe heves ellenállást fejtett ki, és amikor csak lehetőség nyílt rá, gyors, erőteljes ellencsapást mért. A kanadaiak váratlanul Normandia óta nem látott kemény harcokba bonyolódtak. A csata intenzitásában több egység kis hián megsemmisült, egy komplett ezred majdnem eltűnt. A kanadai Blackwatch ezred híresen balszerencsés alakulat volt. Normandiában egy tragikus támadásban két rangidős tisztje elesett, és az ezred darabokra szóródott. Október 13-án pénteken ugyanezt az ezredet küldték támadásba egy vasúti töltés ellen, amit a Kiel-Kampfgruppe ejtőernyősei védtek. A kanadai hadtörténetbe fekete péntekként vonult be az a nap. Ők birtokolták a magaslatot a jobb oldalon, mi pedig oda lent a mezőn, köztünk két vagy három másik árteres terület. Az utolsó a németek kezén volt. Ha kiduktuk a fejünket, rögtön repült egy gránát felénk. Bal oldalon emelkedett a vasúti töltés a sínekkel, amit szintén elfoglaltak. Át akartunk kelni a két-három árteres mezőn, átjutni rajtuk, eljutni a vasútállomásig, hogy elvágjuk az ellenség vasúti és közúti mozgását. De nem sikerült. Mindenkit elvesztettünk. A fekete péntek 13. A Blackwatch 4 századának 150 katonája maradt a harctéren. A németek megvédték az állásaikat. Az egyik legnagyobb probléma, ami a kanadaiakat sújtotta, és a sok áldozatot okozta, az a rossz kommunikáció. Amikor a C század indult támadásra, a megelőző bombázás túl korán érkezett, fél órával a gyalogság megindulása előtt. Így a németeknek értelemszerűen maradt elég ideje a visszarendeződésre, és fegyverrel a kezükben várták a gyalogságot. Három nappal később a kanadaiak újra támadtak.
Végül a kitartásuknak és tűzerejüknek köszönhetően eljutottak Wunsdrecht falu romjaiig. Nagy árat fizettek érte, de elvágták a Dél-Beveland félszigeten maradt 15 ezer német katonát. Eközben Simons megindította a támadás második szakaszát, a harcot a Schelde déli partján, Breskensért. Az első akadály, melyen át kellett jutni, a Leopold csatorna. Simons tábornok a Breskensért folytatott harcot, a Switchback halálkanyar hadműveletet 4 naposra tervezte. Október 6-án vette kezdetét a Leopold csatornán való átkeléssel. Néhány század számára hátborzongató csendben. Azt a parancsot kaptuk, hogy ne lőjünk, amíg meg nem támadnak. Hirtelen rájöttünk, hogy a németek is ugyanezt a parancsot kaphatták, mert láttuk egymást, de senki nem lőtt. Csend volt a csatorna felett. Pár századnak sikerült átkelnie anélkül, hogy lőttek volna rájuk. De a többiek nem voltak ilyen szerencsések. És sok embert vesztettek. Mint később kiderült, a szövetséges hírszerzés súlyosan alábecsülte a Breskensi német védelem erejét. A kanadaiaknak sikerült lassan hídfőállást létesíteniük a csatorna túlpartján. Walter Balfour, a 4. kanadai páncélos hadosztály géppuskása észrevett egy tüzérségi megfigyelőt, aki az ő egységére irányította a német lövéseket. Tüzet nyitottam rá a Bren géppuskával. Aztán leugrottam a töltés tetejéről, mert ők is elkezdtek rögtön géppuskával lőni. Aztán később mondták a társaim, akik távolabb voltak, hogy láttak 2 hordágyvivőt, németeket, kukucskáltak ki óvatosan, hogy kijöhetnek-e, vagy lelövik-e őket. Szóval nem foglalkoztam vele, és azt mondták, hogy felmentek oda egy rőzserakás mellé, ráfektettek valakit a hordágyra. De ez legalább megoldotta a srácok gondját a csatornaparton. Mert az ember sok pusztítást végzett. Simons elindította a kanadai felföldi dandárt is egy merész, földi és vízitámadásra Hoodfleet ellen. A fantasztikus új 2 éltű járművet is bevetették, melyet eredetileg kellemesebb időjárásra terveztek. Ezt a járművet Buffalo-nak hívják, és továbbfejlesztett változata annak, amit az amerikai lápvidékre találtak ki emberek szállítására. Úszik a vízen, de lánctalpai is vannak. A lánctalpakon egyúttal lapátokat is elhelyeztek, így a vízben is képes előre haladni. Nem csak az amerikai hadsereg használta, hanem a brit és a kanadai is. A Schelde torkolatának megtisztításához és később a Walcheren szigetért folytatott harcban is sok esetben ki tudták használni a Buffalo adottságait. A 2 éltű jármű képes volt átkelni a mocsarakon, folyókon, a töltéseken, a nyílt vízre is lehetett menni vele. A kanadaiaknak alig jutott ideje kitanulni az új járművet, hiszen az akciót nem tolhatták el több mint 24 órával. A támadás teljes sikerrel zárult. A gyalogság szinte ellenállás nélkül tudott partra szállni. Azonban a németek rögtön az összes elérhető ágyújukat az új, veszélyes hídfő irányába fordították. Doug Widler aknavetősként szolgált a kanadai felföldi dandárban. Rossz éjszaka volt. Egész éjjel fenn voltunk. Reggel 8 óra körül kerültünk csak ágyba. 11 órakor pedig találat érte a pajta tetejét, ahol aludtunk. Törmelékek mindenhol. Leszakadt az egész. Bob mellettem feküdt egy vájószerűség alatt. Közben kérdezte mindenki a másikat, hogy jól van-e. Blackie azt mondta, hogy nem. Megsérült a térde. Meglöktem Bobot, hogy Blackie megsebesült. Ahogy meglöktem, Bob át is fordult. Egy repesz darab fúródott a fejébe. Alig vérzett, de meghalt.
Widler és társai három napig tartották a nagyon törékeny hídfőállást. Végül a 4. kanadai páncélos hadosztály gyalogsága és páncélvadászai elérték őket. A németek helyzete Breskensnél kezdett kilátástalanná válni. A parancsnokuk a harc folytatására adott utasítást, bár a front alakulatok jó része elvesztette állománya kétharmadát, és a túlélők meg akarták adni magukat. A kanadai 3. hadosztály kíméletlen előrenyomulásba kezdett, tüzérségi és légi csapásokkal megsemmisítve minden eléje kerülő német ellenállást. Auguste Stuart, a D-nap veteránja, egy általa felszabadítottnak hit holland faluba érkezett. Mindenhol halálos csönd volt, amikor megérkeztem. Egyetlen teremtett lélek se, egy nyikkanás se. Mögöttem a szélmalomból kijött a polgármester, körülbelül 20 helyi lakossal. Oda mentem hozzájuk, megöleltek és megcsókoltak. Meglepve kérdeztem, hogy tegnap a gyalogságnak nem tudtak elég ölelést adni. Azt mondta, én vagyok az első. A gyalogságot visszaszorították a németek egy kilométerre. Én vagyok az első. November 3-án Breskens és környéke végre elesett. A német hadosztályparancsnok és csapatai megadták magukat. A kanadaiak kezdték összezárni a gyűrűt a torkolat mentén, de nagy árat fizettek érte. Ideje volt megindítani az utolsó támadást a Walcheren-sziget ellen, amelynek parti lövegei a torkolat bejáratát őrizték. A holland partvidéki ősz esőt és fagyos hideget jelentett mindkét fél számára. Nem volt ott egy ember se, aki ne egy száraz és meleg helyről álmodozott volna, ahol jót alhat. Kit érdekelnek a németek, egy meleg és száraz helyet akarok, ahol alhatok. Nem voltunk teljesen magunknál. Hideg volt. A csatorna szélén fagyott is. A zöld füvet belepte a fehér dér. A katonák napi harcot vívtak, hogy ne fázzanak, ne ázzanak, és meleg ételt egyenek. A Sheldénél dermesztő hideg volt. A kanadaiak nagy gyapjú kabátban harcoltak, arcmaszkkal, bőrmellényben. Mindent felvettek, ami melegen tarthatja őket, és talán vízálló. A kanadai és a brit fejadagok nem voltak túl izgalmasak, és az amerikaiak menüjéhez képest incsiklandó sem. A 24 órára szóló csomagjukban többek közt volt 10 ilyen keksz, ami a kenyeret helyettesítette, és összetörve zsemlemorzsának is jó volt. Volt még húskivonat, húskocka, zabkocka, két tábla csokoládé, cukorka, rágógumi, só. Dolgok, amikből egyszerű étkeket lehet készíteni. Tudtak főzni egy kis hexamin főzőállványon, mindig maguknál hordták. Így nyílik. A hexamin kockát kellett behelyezni középre. Az égett. Feltették a lábast, és már is főzhettek. Kitalálták a főzőkonzervet is. Például ehhez a hamis teknős leveshez. A katonai bicska mindig a katonánál volt. Így, ha két lyukat vág bármelyik oldalon, kifeszíti a kupakot. Meggyújtja benne a kanócot, akkor 5 perc múlva a gőzölgő, forró levest ehet. A kanadaiak általános kellemetlenségeit a háborús kimerültség is fokozta. A második és harmadik gyalogsági hadosztályok szinte Normandia óta folyamatosan harcoltak. Ráadásul a kanadaiok szabályozta tengeren túli szolgálat miatt nem kaptak elég ellátmányt. 1944 végén a kanadai hadseregnek már alapvető gondot okozott az emberhiány, tetézve a korábbi veszteségeiket. A hadseregük olyanokból állt, akik önként vállalták, hogy elhagyják Kanadát az európai háborúért. De nem mindenki vállalkozott rá, így egy idő után nem tudták pótolni azokat, akik elestek. Ráadásul az Európában harcoló kanadaiak kezdtek igen elcsigázottá válni, és nem látták a harcok végét sem. Egyre többen omlottak össze a túlterheltség miatt, a sérülések, a betegségek és a kimerültség miatt.
Amit az első világháborúban gránátsoknak neveztek, azt mi harctéri kimerültségnek hívtuk. A fiúkat, akik pár hét harcolás után kimerültek, és már nem voltak hasznavehetőek, elküldték az alvó táborokba. Így hívtuk. Kapott egy injekciót, és aludt egy vagy két napig, hát ha kipiheni magát. 3-4 napot ott tartották, aztán küldték vissza harcolni. Elméletben két alvótáboros kimenő után már a munkazászló aljakhoz vezényelték volna. De akkora volt az emberhiány, hogy én nem tudok egyetlen ilyen egységet se. Jöttek vissza harcolni. És hihetetlenül megalázó dolog volt. Volt, aki dezertált. Az egyik, aki közeli barátom volt, kiváló katona. Egyszer kilőttek egy aknát, ő felugrott, és elkezdett körbe-körbe rohangálni. Rá kellett ugranom és lefognom, még meg is pofoznom, hogy lehiggadjon. A növekvő emberhiány ellenére a kanadai második gyalogsági hadosztály fontos szerepet kapott a Sheldért vívott harc harmadik szakaszában. A félszigeten kellett keleti irányból támadniuk az életerő hadművelet keretében, megelőzve a Walcheren sziget elleni utolsó támadást. A kimerült kanadaiak felkészültek az újabb bevetésre az áttört gátakon és elárasztott földeken át. A német 6. ejtőernyős ezreddel kellett szembenézniük, akik közt sokan ugyanolyan elgyötörtek voltak, fizikailag és mentálisan is, mint a kanadaiak. És bár az erőfeszítéseik egyre reménytelenebbekké váltak, rendületlenül védték a Schelde torkolatát. Az erős felhőzet és a rossz időjárás miatt legalább a szövetséges légi csapásoktól nem kellett tartaniuk az utolsó pár hétben. Azonban amint kitisztult az ég, rakétákkal és ágyukkal szerelt tájfúnok és Spitfire-ök indultak a német állások ellen. John Thompson az egyik tájfún kanadai pilótája volt. Olyan volt a hangja a földön lévők számára, mint egy gyors vonaté. Különösen, ha egyszerre lőttünk ki több rakétát. A németek nagyon féltek a tájfunoktól. Gyűlölték a zaját. Sok hadifogoly mondta, hogy rémisztő volt a hangjuk. Késő októberben a szövetségesek elfogott német rádió üzenetek alapján azonosították be von Zangen tábornok főhadiszállásának helyét, és 400-nyi tájfont küldtek, hogy elsöpörjék a földszínéről. A támadásban 74 német tiszt meghalt, és a 15. hadsereg központjában napokig a káosz uralkodott. A kanadaiak ki akarták használni a lehetőséget, és támadásba lendültek a félszigeten. De tanultak a fekete péntek történéseiből. Ezúttal masszív tüzérségi támadás előzte meg a gyalogság hadba küldését az éjleple alatt. Éjjel 2-kor mentünk be, és egy árokban lapultunk. Az út mellett. Körülbelül reggel 6-ig. Akkor szóltak, hogy a cél a nagyjából 1000 méterre lévő töltés. Addig pedig csak tökéletesen lapos répaföldek voltak. A töltést kellett volna elfoglalnunk. Alig mentünk át az úton, vissza is ugrottunk az árokba, mert géppuskával lőttek ránk, és mozdulni se lehetett. Valahogy végül átvergődtünk a földeken, és elértük a németek tartott a töltést. Csak páran jutottunk el odáig, és nem tudtunk sokat tenni. Gránátokat dobáltunk egymásra, a németek meg mi. Ők az egyik oldalon, mi a másikon. Gyilkoltuk egymást. Miközben a sebesültek a répaföldeken ordítoztak. A kanadai gyalogság előre küzdötte magát, és a nap végére áttörték az első német védelmi vonalat, 120 foglyot ejtve.
Azonban a következő akadály még baljósabbnak látszott. A délbevelandi csatorna. A délbevelandi terület német védelme a csatorna körül összpontosult. Komoly nehézséget okozott a szövetségesek számára az átkelés rajta, erőteljes, ellenséges tűz közepette. A németek pont ezért építették rá a védelmi terveket. Ahelyett, hogy szemből támadtak volna, Simons tábornok megkerülő manőverre vezényelte az 52. hadosztályt, amely Buffalo kétéltű járművekkel érte el Hödekens kerkét. A merész akció, amellyel megkerülték a csatornát, egy csapásra értelmetlenné tette a német védelmi vonalat a csatorna mentén. A németek sietve húzódtak vissza a Walcheren szigetre, ahol a betonerődítmények és a parti lövegek védelmében bízhattak. Négy héttel az offenzíva megkezdése után a szövetségesek a cél küszöbén álltak. A sziget ágyúi felett kellett átvenni az ellenőrzést. A Walcheren sziget őrizte a torkolat bejáratát. A sziget védelmét jól megtervezték a németek. Lapos volt az egész terület, amelyet egy gát szegélyezett. A németek pedig a gát tetejére építették a bunkereket, benne az ágyúkkal. Amíg a Walcheren szigetet el nem foglalták, a szövetségesek hajói nem futhattak be a Schelde torkolatán át az antwerpeni kikötőbe, és a Németország elleni invázió késlekedett az ellátási nehézségek miatt. Dázer tábornoknak a Hitler által derülátóan Scheldei északi erődítményként definiált objektum parancsnokának csak a 70. gyalogsági hadosztálya maradéka, a 89. erőd ezred és két tüzérségi zászlóalj állt rendelkezésére. A Führer utasítása egyértelmű, az utolsó emberig védeni az erődöt. Eközben a kanadai parancsnok Simons újabb merész akciót tervez a kétéltű járművekre építve a sziget ellen. Először a királyi légierő bombázza le a töltést Westkapellénél, hogy a víz betörhessen a belső részekre. Ezután a skót gyalogság és a királyi haditengerészet kommandója száll partra Vlissingennél és Westkapellénél. Miközben a második kanadai gyalogság keletről támad, a szigetet a szárazföldtől elválasztó keskeny csatornán át. Montgomery tekintélyparancsoló erőket biztosított a sziget elfoglalásához. Számos partra szálló jármű, sok Buffalo kétéltű jármű és több ezer katona. Gyakorlatilag az 1944. június 6-ai normandiai partraszállást akarták lemásolni. Erőteljes tüzérségi támadást követően több hullámban szállnak partra a gyalogsági alakulatok, akik elfoglalják az erődöt és megnyitják az utat az antwerpeni kikötő felé. A kanadaiak október 31-én kezdték meg a támadást, de a csatornához érve rájöttek, hogy az túl mély a gyalogos átkeléshez, és túl mocsaras a csónakok számára. Az egyetlen lehetőség a Walcheren-i bekötőút maradt, a szigetet a szárazfölddel összekötő, másfél kilométer hosszú töltésút. Egyik század a másik után érte le a bekötőutat, hogy a németek sorra mészárolják le őket. Felállították a fiúkat sorba, és átküldték azon a rohadt úton. A németek meg a túloldalról lőttek, géppuskával is, de volt 75 mm-es francia ágyújuk is, azzal is lőttek, mintha géppuska lenne. Küldték a fiúkat, mi pedig fedeztük őket, de én elszívtam nagyjából 100 cigarettát 3 óra alatt, egyikről a másikra gyújtva. Mert egymás után lőttük ki a Brand géppuskából a tárakat. Végül talán fél tucat társunk jutott át a túloldalra. Nem több. A kanadaiak veszteségei után a támadás sikere a partra szálló alakulatokon múlott. A légierő bombázása átszakította a töltést, és a tenger elöntötte a belső területeket. Szabaddá vált az út a szövetségesek kétéltői számára, a német védelem szívébe.
A kétéltő járművek, például a Buffalo, át tudtak kelni a töltésekbe ütött réseken. Megkerülték a gátat, és hátulról támadhatták a németeket. A Buffalo különösen alkalmas volt erre a célra, hiszen nem egyszerű csapatszállító volt, hanem az elején páncélozott is, és felfegyverezték. A 20 mm-es Polsten ágyúja mellett Browning géppuskát kapott, amivel viszonozhatták a németek lövéseit, és fedezni tudták a gyalogságot, miközben azok partra szálltak. Jim Kelly részt vett a Buffalo támadásában, azonban nem minden alakult a terv szerint. Beszálltunk a Buffalo-kba, azt pedig belerakták egy tankszállító partra szálló hajóba. A Buffalo-ban voltunk egy hajóban, bár a Buffalo egy kétéltű doboz. Kigurultunk a hajóból, de rögtön elakadtunk a mocsaras vízben. Nem moccant, ezért gyalog kellett kieviszkélnünk a partig. A szokásos vizes partra szállás, és hideg volt, november 1-e. Vrissingennél, a sziget főkikötőjénél sikerült meglepniük a németeket. A britek karcolás nélkül partra szálltak. De ahogy nyomultak a sziget belseje felé, egyre erősebb ellenállásba ütköztek. Hamarosan több napig tartó, kemény utcai harcokba bonyolódtak. Eközben Westkapellénél egy másik partra szálló hajó erős német ágyú tűzbe került. Ők szenvedték el a németek lövéseit. Elég egyoldalú harc volt, és vesztettek is néhány embert. De nem volt hiába való. Elvonták a németek figyelmét, így mi fel tudtunk jutni az ütegekig. A szomszédos tűzharc takarásában a haditengerészet kis veszteségekkel érte el a partot, ahol csak elszórt és gyenge ellenállással találkoztak. De a mozsárágyúk és aknák rendületlenül szedték áldozataikat. A német S-akna, becenevén a Bouncing Betty, halálos fegyver volt. Felmásztunk a töltés tetejére, aztán át rajta, és mentünk tovább. És az aknákkal kockáztattuk. Mert mindig azt csináltuk az aknamezőn, az volt a trükk, hogy gyorsan futottunk. Így, ha aknára léptünk, nagyobb volt az esélyünk, hogy megússzuk, mert utána nagyjából 4 másodperc telt el, amíg ki nem ugrott a földből 2 méter magasra, és szét nem robbantak a repeszei. Úgy, hogyha elég gyors voltál, el tudtál futni előle. A Walcheren szigeti csata 8 napig tartott. November 8-án a németek elkezdték megadni magukat. Másnap reggel előbújtak, összepakolva a zsákjaikkal és a tarisznyáikkal, előjöttek és megadták magukat. Miután semlegesítették a német ágyúkat, a királyi hadiflotta aknamentesítői kezdték meg a munkát, hogy szabaddá tegyék a torkolatot a szövetségesek hajói számára. November 28-án behajózott az első szövetséges ellátmány az antwerpeni kikötőbe. Az első hajó, amely kikötött, kanadai volt. Az Antwerpenbe vezető vízi út megnyitása súlyos csapás volt a harmadik birodalom számára. A Schelde és Antwerpen megszerzésének fontosságát mutatja a német reakció is. Több V2-es rakétát irányítottak a város felé, mint bármikor korábban. Kiemelt jelentőséget kapott Hitler utolsó hadműveletében, az Ardenneki offenzívában is. Vissza akarták foglalni Antwerpent, hogy elvágják a szövetségesek utánpótlását, és aláaknázzák a nyugati fronton elért eredményeiket. A Schelde torkolatáért 4 hetes kemény harc zajlott. A kanadaiak vezetésével, akik nagy árat fizettek a sikerért. A 12 000 szövetséges áldozat közül 7 000 volt a kanadai. A németek 10-12 000 embert vesztettek, és 40 000 hadifogságba estek. A győzelem megváltoztatta a hadihelyzetet, mert biztosította, hogy a szövetséges csapatok megkapják azt az üzemanyag és lőszermennyiséget, amely a Németországra mért végső csapáshoz kell. Azonban a kanadaiak azóta is úgy vélik,
hogy nem kaptak kellő megbecsülést az erőfeszítéseikért. Egy kanadai romboló hajózott fel elsőként a Sheldén, és a sok katonai méltóság közt valaki megkérdezte, hol vannak a kanadaiak? Minket senki